intervenir avant qu'il ne soit trop tard, il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette gangrène progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe, un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Minden évben tízezrével fordulnak az Európai Emberi Jogi Bírósághoz olyanok, akik úgy vélik, megsértették az alapvető jogaikat. De mi is ez a bíróság, amely fél évszázad a fóruma annak, hogy számon kérhessük az államok cselekedeteit, és amelynek ítéletei hatással vannak a mindennapi életünkre is? A II. Világháború után 1949-ben európai államok egy csoportja úgy döntött, létrehozza az Európa Tanácsot a végből, hogy a szervezet az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság felett őrködjön Európában. Elfogadták az Európai Emberi Jogi Egyezményt, amely egy akkoriban egyedülálló rendszert hozott létre. Ez kötelező erővel szorítja rá a tagállamokat az egyezmény betartására. Így jött létre 1959-ben a bíróság, megtestesítve a tagállamok eltökéltségét arra, hogy a 20. század derekán lezajlott szörnyűségek ne ismétlődhessenek meg. A tagállamok száma az eredeti 12-ről mostanra majdnem 50-re nőtt. A bíróság székhelye a franciaországi Strasbourg városa. Az Európa Tanács valamennyi tagállamából érkezett egy-egy bíró a tagja. A bírákat az Európa Tanács parlamenti közgyűlése választja. Teljesen függetlenek és nem képviselnek semmilyen nemzeti érdeket. A bírákat az ügyek intézésében a bíróság hivatala segíti. A hivatal munkatársai felkészült szakemberek az Európa Tanács tagállamaiból. A bíróság minden nap levelek és telefonhívások százait kapja. A bíróságra érkező kérelmeket szétválogatják, és a hivatal megfelelő osztályához továbbítják, ahol a bírák részére előkészítik az ügyeket. Minden határozatot bírák hoznak. A bíróság egyes bíróként, háromtagú bizottságban, héttagú tanácsban, vagy különösen fontos ügyekben 17-tagú nagy tanácsban jár el. Az eljárás írásban zajlik, de igen ritka esetekben nyilvános tárgyalásra is sor kerülhet, és az arról készült videófelvétel az interneten megtekinthető. A bíróság minden évben sok ezernyi kérelmet kap. De zömüket végzéssel elutasítják, mert a bírósághoz fordulás feltételei nem állnak fenn, például, mert a kérelmezők panaszukkal nem fordultak előzőleg a hazai bíróságokhoz. Ezért a bíróság csak az ügyek kis hányadában hoz ítéletet, azaz olyan határozatot, amely az ügy érdemére vonatkozik. Az ítéletben a bíróság kimondja, hogy megsértették-e az egyezményt, és anyagi jóvátétel felől is rendelkezhet. Felállítása óta a bíróság több százezer ügyet vizsgált meg. Ez nem is olyan meglepő, ha belegondolunk, hogy mintegy 820 millió ember tartozik az egyezmény hatája alá, ennyi azoknak az országoknak az összlakossága, amelyek csatlakoztak hozzá. A szóba jöhető panaszosok száma azonban még ennél is magasabb, mert Európán kívüli személyekre is kiterjed a védelem, ha azok valamelyik szerződő állam joghatósága alá kerülnek menekültként vagy más minőségben. A bíróság például megállapította, hogy Olaszország megsértette az egyezményt azzal, hogy hajóval érkező szomáliaiakat és eritreaiakat toloncolt vissza Líbiába, ahol a bíróság szerint rossz bánásmód veszélye fenyegette őket. Kivételes esetekben az egyezmény hatája Európán túlra is kiterjed. A bíróság úgy ítélte meg, hogy Nagy-Britannia megsértette az egyezményt, amikor brit egységek iraki biztonsági akciója polgári áldozatokat követelt. A bíróság szerint Nagy-Britanniának, mint megszálló és a biztonságért felelős hatalomnak az érintett térségben, kötelessége lett volna kivizsgálni a brit katonákhoz köthető haláleseteket. Az állam tehát felelőssé tehető olyan eseményekért is, amelyek a területén kívül zajlanak le. De számadással tartozhat olyan cselekményért is,
amelyet más államügynökei hajtanak végre a területén, feltéve, hogy szervei tudnak az esetről. Ez volt a helyzet Macedónia volt jugoszláv köztársaság esetében, amely állam a bíróság szerint megsértette az egyezményt, mert területén egy terrorista gyanús szemét kínzásnak vetettek alá. A kínzást ugyan a CIA ügynökei követték el, de macedóniai hatósági személyek jelenlétében. Az egyezmény számos jogot véd. Közülük a legalapvetőbb az élethez való jog, amihez kapcsolódik továbbá a halálbüntetés egyetemes eltörlése az Európa Tanács valamennyi tagállamában. Egyes ügyek tárgya az, hogy hogyan bánnak a lakossággal fegyveres konfliktus által sújtott területeken. Más ügyekben az a kérdés, hogy a panaszosok megfelelő védelmet kaptak-e az államtól. A bíróság elmarasztalta Törökországot, mert hátrányos megkülönböztetéssel megsértette a nők élethez való jogát. Ebben az ügyben egy férfi újra és újra megverte feleségét és anyósát, végül pedig az utóbbit meg is gyilkolta. A bíróságnak foglalkoznia kellett az élet végét érintő kényes kérdésekkel is. Egy francia ügyben úgy határozott, hogy nem sérti az egyezményt, ha a francia bíróságok ítélete nyomán megszüntetik egy vegetatív állapotban lévő beteg mesterséges táplálását és folyadékpótlását. Ugyancsak alapvető jog a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalma. Görögországot kínzás miatt marasztalták el abban az ügyben, amelynek panaszosát, egy illegális migránst feltartóztatta a görög parti őrség a Törökország és Olaszország közötti tengeri átkelés során. Egy görög határőr ugyanis megverte és szexuálisan bántalmazta a férfit. Számos országot érintő tömeges panaszok tárgya a börtönök túlzsúfoltsága és az embertelen, illetve megalázó fogvatartási körülmények. De a bíróság elé kerülő ügyek legnagyobb része a tisztességes eljáráshoz való jogot érinti, ezen belül pedig a nemzeti eljárások elhúzódását. Ezrével érkeznek ilyen témájú kérelmek a bíróságra, sokszor olyan személyektől, akiknek az ügye több mint 20 éve húzódik a nemzeti bíróságokon. Ugyancsak gyakori panasz a hazai bírósági ítéletek végrehajtásának elsikkadása. Anatolij Burdov a csernobili nukleáris baleset során szenvedett egészségkárosodást, de hosszú évekbe tellett, mire az orosz hatóságok kifizették neki a kártérítést. A bíróság kimondta, hogy költségvetési problémák nem igazolhatják, hogy elmarad egy jogerős bírósági ítélet végrehajtása. Az egyes jogok tömör általános formában szerepelnek az egyezményben, és a bíróság dolga, hogy a mindenkori társadalmi viszonyoknak megfelelően értelmezze őket. Különben az egyezmény holdbetűvé, elavult jogi dokumentummá válna. Így például a bíróság több ítéletet hozott homoszexualitást érintő ügyekben, amelyeknek tárgya a homoszexualitás büntethetősége, a melegek kizárása a hadseregből, a gay pride megmozdulások betiltása és a melegek élettársi közössége volt. A bíróság foglalkozott környezetvédelmi panaszokkal is. Az egyik ilyen ügy egy veszélyes ipari telephely bezárását okozta Olaszországban. A bíróság elmarasztalta a hatóságokat, mert azok nem tájékoztatták a környékbeli lakosságot az üzem veszélyes voltáról és arról, mi a teendő ipari katasztrófa esetén, jól lehet volt már például robbanása és mérgezése is. Egyes panaszokat az egyezmény megalkotói eredetileg elképzelni sem tudtak volna. Gondoljunk csak a modern technológia által felvetett problémákra. A bíróság kimondta például, hogy Törökország megsértette az egyezményt, amikor lehetetlenné tette a Google oldalak internetes elérését. Az ítélet szerint a világhálóhoz való hozzáférés akadályozása a véleménynyilvánítás jogának a sérelmét jelentheti. Politikailag kényes panaszok is megjárták már a bíróságot. Az egyik ilyen ügy panaszosa Júlia Timosenko korábbi ukrán miniszterelnök, majd ellenzéki vezető volt, akit leváltása után hatalommal való visszaéléssel vádoltak meg és letartóztattak. A bíróság szerint azonban az őrizetbevétel önkényes volt, a jogszabály előírta felülvizsgálat elmaradt,
és az intézkedés valódi oka nem bűncselekmény megalapozott gyanúja volt. Egyes ügyek igencsak megosztják a közvéleményt. Az egyezményes jogok ugyanis mindenkit megilletnek, még a nagyon súlyos bűncselekmények elkövetőit is. Ezt sok embernek nehezére esik elfogadni. Egy Németország elleni panasz kapcsán a bíróság kimondta, hogy kínzással még akkor sem lehet valakit fenyegetni, ha egy másik ember élete a tét. Ebben az ügyben a gyanúsított elrabolt és meggyilkolt egy kisfiút. Valatásakor a német rendőrök azt remélték, hogy az áldozat még életben van, és kínzás kilátásba helyezésével késztették a tettest arra, hogy felfedje az áldozat hollétét. És ez csak néhány példa a sok közül. A bíróság több ezer egyezménysértést állapított már meg. A bíróság ítélete tehát kimondhatja, hogy az állam megsértette az egyezményt. De mi következik ebből a gyakorlatban? Az ítéletek komoly kihatással járhatnak. Kötelezőek ugyanis az államokra nézve, és a kormányoknak kötelességük végrehajtani őket. Az Európa-tanács végrehajtó szervének a miniszteri bizottságnak a feladata elérni, hogy az államok a bíróság ítéleteit tiszteletben tartsák és megtegyék a szükséges intézkedéseket, nehogy a jövőben ugyanaz a jogsértés újra előforduljon. A bizottság a tagállamok külügyminisztereiből, illetve állandó képviselőjükből áll. Ülésein rendszeresen foglalkozik a bíróság ítéleteinek végrehajtásával. Az ügyek nem kerülnek le napirendjéről mindaddig, amíg a miniszteri képviselők meg nem bizonyosodnak a panasz megnyugtató rendezéséről. A strasbourgi ítéletek számos országban a jogi szabályozás megváltoztatását eredményezték. Lehetővé tették például, hogy méltánytalan eljárásban elítéltek peruitást nyerjenek, hogy a tulajdonos visszakapja kisajátított ingatlanát vagy kárpótolják, hogy be lehessen záratni környezetszennyező üzemeket, vagy hogy szabadon engedjék a jogtalanul letartóztatottakat. Az utóbbi években több konferencia foglalkozott a bíróság jövőjével, ahol hangsúlyozták a szubszidiaritás elvét. Ez azt jelenti, hogy a bíróságnak csak olyan ügyekkel kellene foglalkoznia, ahol az érintettek nem tudták közvetlenül a hazai hatóságok előtt érvényesíteni alapvető jogaikat. De a bírósághoz továbbra is rengeteg hasonló ismétlődő panasz érkezik, mert a tagállamok nem alkalmazzák az egyezményt, vagy nem hoznak olyan jogszabályokat, amelyek biztosítanák az egyezményes jogok érvényesülését nemzeti szinten. Számos reformintézkedésnek köszönhetően a bíróság ma hatékonyabban működik, mint valaha. Az egyezményt azonban elsősorban nemzeti szinten kell betartani. A tagállamok kormányainak a feladata, hogy biztosítsák az egyezmény tiszteletben tartását országaikban. Amíg ez a cél megvalósul, a bíróság marad az emberi jogok védőbástyája Európában. Több mint fél évszázada ez az intézmény jelenti a végső jogi fórumot milliók számára.